Sziasztok, itt Templayer, és jelentem, hogy elkezdtük a Server 1-es működésünket, ami azt jelenti, hogy létrejött ez a szevi, a kaptár, ide gyűlik össze mindenki, aki miattam kezdett el Magyar 1-es szerveren játszani. Jelenleg 15-en vagyunk a 17-ből, úgyhogy abszolút jók vagyunk, és kaptunk ajándékba egy 70-es szintű karaktert. Igazából ő annyit csinál, hogy adja nekünk a pontokat. Nem egy sokat használt karakter, viszont 70. szintet elérte, és ezáltal nagyon sokat tud segíteni a szövetségnek a kezdetekben. Nagyon még nincsenek magas hatalom pontszámok, de ezen majd a szamuráj alatt dolgozni fogunk, úgyhogy lehet nyugodtan jönni ide a szövibe, tehát még egyszer kaptár, és amennyiben betelünk, Fehér Sasok néven fog indulni egy kiképző szövetség, ami a kaptár alszövetsége lesz. És hát akkor nézzük is meg, hogy hogy állunk jelenleg. Ugye Somágy a nevem itt is, hogy ne legyen semmi tévedés, meg ilyenek, egyértelmű legyen. Végül nem vettem igénybe az erőt felajánlásokat, azokat meghagyom azoknak a játékosoknak, akik aktívan játszani jönnek erre a szerverre. Én csak kipróbálom, meg nyilván elpoénkodunk itt valamennyit. És nagyon jól érezzük magunkat. Nem kizárt egyébként, hogy lesz ebből egy sorozat is. Én legalábbis nagyon szeretném. És akkor ez a kende sorozatunkat viszont felváltaná, mert két sorozatot nem tudok egyszerre pörgetni. Vagy max úgy, hogy nagyon ritkán lennének a részek. Úgyhogy azt sajnos nem tudjuk megoldani. Tulajdonképpen ezért vagyunk itt Magyarország szerveren. Volt, aki kérdezi, nem érti, hogy mi a jó ebben, hogy itt nem lehet nagyon háborúzni se, meg ilyenek. Tulajdonképpen az, hogy három támadásra benne vagy a top 50-ben, idegen alatt legalábbis, nomád alatt úgy hallottam, hogy egy támadással. Aztán szövibe meg tulajdonképpen egy darab 70-es van a szövinkben, és top 50 eventes szövi vagyunk, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen ilyen kaszás trónokat fogunk kapni már az első pillanattól fogva, és ez fogott meg a Magyarország 1-es szerverben, hogy itt ilyen eszméletlen jó pontokat lehetett természetesen eventezéssel létrehozni, és közben meg nem kell eszméletlenül félteni a hátsunkat ugye a bejövő támadásoktól. Nyilván majd az érdemet felpumpálni egy ilyen 1000 környékére, az majd egy vicces kaland lesz, de majd azt is megoldjuk valahogy. És itt is ugye top 100-ba vagyok, mondjuk az annyira nem nehéz. És hát igen, amikor majd elkezdjük gyűjteni a szetteket, akkor majd egy picit meg fog ugrani a szövinek a hatalompont értéke. És már megtörtént az első dezertálás is ebben a kastélyban, de szerencsére még egy támadásra elegendő katonát át tudtunk menteni, illetve a mai kezdeti jutalmakkal is gyűjtöttem pár katonát. Úgyhogy, ja, tudunk egy idegent támadni. Remélhetőleg még be is ér a kaland vége előtt. Nagyszerű. És hát elérkeztünk a második nagy bejelentéséhez ennek a videónak. Ugyanis létrejött a Discord szerverünk. Így néz ki, és tulajdonképpen ez lesz itt a Templayer Discord szerver, már az első emótokat megcsináltuk a rangokat, a hangcsatornákat és a kezdeti chat szobákat is, és elkezdtek már gyűlni az emberek, jelenleg elsősorban ugye a barátaim vannak bent, de ettől a videótól kezdve, illetve ettől a pillanattól fogva minden videóban benne lesz a leírásban a linkje,
és remélhetőleg ide csetre is bedobom a premiért nézőknek. Úgyhogy lehet csatlakozni Discordon is, ez azért kell, hogy egy kicsit építsük a közösséget, és picit könnyebben kommunikáljunk, még úgy is, hogy van, aki szerver egyen, van, aki szerver kettőn van. Úgyhogy, ja, akinek nem elég, hogy hallja a hangomat a videókban, az most már jöhet Discordra is. Volt, aki kérdezte egyébként, hogy hol máshol lehet fölvenni velem a kapcsolatot, mint e-mailbe. Hát most akkor ez is van. Tulajdonképpen nem csak élő chatben tudunk már kommunikálni, hanem Discordon is. Úgy oldottuk meg egyébként, hogy bár bárki beléphet, de alapvetően az everyone rangú személyek nem tudnak megszólalni, csak hallgatózni, úgyhogy ezzel szűrjük ki a kezdeti kellemetlenségeket. Illetve létrehoztam egy dühöngőt is, amiben nyugodtan lehet anyázni, úgyhogy senkit nem kell majd kidobnunk a csúnya beszéd miatt, hanem csak egyszerűen ledobjuk a dühöngőbe. Úgyhogy ennyit a Discordról, ennyit a Server 1-ről, elindultunk, és fejlődünk, dolgozunk szorgalmasan, hogy jó legyen nekünk. Nem tudom, mi van a leírásban, igen, szorgalmasan dolgozunk, és sikeresek legyünk. Ez a mottónk jelenleg, és ja, várható még Server 1-ről, az itteni Soma 1 kastélyból bejelentkezés, majd valahogy kitalálom, hogy mi legyen ennek a rendszere, vagy az, hogy ahogy fejlődünk, úgy jelentkezek be egyszer-egyszer, vagy nem tudom, innen is csinálok tutoriál videókat, ugye kezdőknek, nomádozás, szamuráj például, amit én innen esélyesnek látok. Nagyon reméljük, hogy a következő event a szamuráj lesz, amit itt jelenleg nem látunk, de nagyon reméljük, hogy a következő event szamuráj lesz, és akkor az tök király lenne. Úgyhogy, ja, aki úgy gondolta az előző videó alapján, illetve ez a videó alapján, hogy jönne Magyarország egy szerverre, akkor annak nyitva áll a szövetségünk, valamint a Discord szerverünk, az bárkinek nyitva áll tulajdonképpen, és ennyi lett volna mára. Úgyhogy a kérdésekkel nyugodtan, hát mostantól Discordon is forduljatok hozzám, és köszönöm szépen a figyelmet. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. Nézzétek meg a többi videómat is, van néhány link a leírásban és az infoboxban. És jó játékot kívánok mindenkinek, sziasztok!